Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás szeptember hónapra az ikrek jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, akkor az személyes, a díjam 4000 forint. Amire még felhívnám a figyelmeteket, hogy van most egy ingyenes kedvezmény, mégpedig ha írsz egy e-mailt, és kéred a személyes szerencse számodat, ezt megkapod ingyen tőlem. És most megnézzük azt, hogy mi várható szeptember hónapban. Első hét az itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a képen, és fölötted nincsenek kártyák. Az jelenthetné a gondolataidat, de zárkózott vagy. Vagy azt is jelentheti, hogy ne beszélj a terveidről. Itt a felhő arra utal, hogy valami még átláthatatlan számodra. Különösen, ami a párkapcsolatot illeti. Persze a felhő jelentheti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez a kapcsolat, vagy ez az esemény visszatér hozzád. A párkapcsolatban lesz itt közeledés, ez a kép jelenti azt is, hogy rendeződnek a dolgok körülötted, nem csak a párkapcsolatban, hanem a családi környezetben, vagy a munkahelyeden is. Itt a csillagok szerencsét hoznak, de jelentheti azt is, hogy te egy spirituális területen szeretnél dolgozni, és akkor ez a kép jelenthet bizonyos szerződéseket, és itt látható egy új kezdet. Valaki átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, de nem veszed észre, holott jó szándékkal, érzelmekkel közeledik hozzád. Ez lehet fordítva is, hogy te szeretnéd átnyújtani ezt a kelyhet, ami az érzelmeket jelenti, de ezt nem veszik észre, vagy a párod nagyon zárkózott. De itt van a remény egy új kezdetre. Ez a hajó nem csak a reményt szimbolizálja, hanem egy utazást, vagy külföldi kapcsolatokat. A gyermek jelenthet újdonságokat, vagy egy új kapcsolatot, persze jelenti a gyermekeket is, azon kívül a te fiatalos kisugárzásodat. Itt a lilium virág segít abban, hogy tisztázódjanak a dolgok, ahol még itt van a felhő, mindaz, ami átláthatatlannak tűnt eddig. Második hét, szeptember hónapban itt látható. Lesznek fontos beszélgetések. A fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Ugyanúgy, mint a horgony, ahol le tudsz horgonyozni. Ez megvalósul, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Itt is láthatóak a csillagok. Amit a fa még jelenthet, ezek bizonyos egészségügyi témák. És a horgony jelentheti a munkát, a hivatást, lehet, hogy ezen a területen dolgozol, vagy ő dolgozik ezen a területen. Itt megjelenik a nyilvánosság, ami jelenti az elismeréseket. De azért ügyelj magadra, hiszen látható, hogy itt van ugyan egy új kezdet, de túl sokat cipelsz, sok a munkád, nagyon fáradt vagy, kimerült. Lehet, hogy betegít téged ez a helyzet, vagy betegállományban vagy. Itt látható, hogy mennyire fontos számodra most a nyugalom,
hogy kipihent magadat. Ez a kép jelenti a meditációt is, hiszen a háttérben megvan ez a szent kép, ami jelenti a te elképzeléseidet, és ez szerencsét hoz, ez lehet egy új kezdet, de azért engedj el bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. Itt vannak újdonságok, mert ez a férfi, és ez lehet egy fiatalabb férfi is, közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, és az azt jelenti, kimutatja az érzelmeit, és itt látható a szerencse. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Itt voltak a múltban kihívások, de szerencsére itt vannak az egerek, mert a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, ez a helyzet lezárul. Sőt, itt a gólyák jelentik a változásokat is. Fontos döntéseket fogsz hozni, vagy ezzel a karddal lezárod ezt az eseményt, vagy ezt a kapcsolatot. Itt látható vagy, mint egy királynő, tehát elfoglalod a helyedet az életben, ugyanúgy, mint itt, és itt a tűz eleme azt mutatja, hogy valami lelkesít téged. A kígyó itt lehet a változás, a megújulás, a gyógyító erő, de lehet egy hölgy is a közeledben, itt jó a kapcsolat kettőtök között, sőt, ez a virágcsokor lehet egy ajándék, vagy egy jó ajánlat is, és a halak jelentik az anyagiakat, hogy itt lesz nyeremény, egy közös tevékenység, egy kreatív tevékenység, egy jó ajánlat, vagy a halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy ez a hölgy értékel téged, ajándékkal közeledik hozzád. De nem csak ez a hölgy van kapcsolatban veled, hanem itt látható a király is. Ő is tervez veled valamit, sőt, ő átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, ami itt is látható, ezek az újdonságok, ezek a kis lépések, nyitott lesz érzelmekről beszélni, és itt lesz egy új irány, egy kapcsolat. A kettes szám jelenti a párkapcsolatot, téged és őt, majd változik valami a helyzeten. Mivel a kezében van ez a glóbusz, az lehet egy külföldi kapcsolat, az is lehet, hogy tervez veled együtt egy utazást. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható. Elhagyod a könnyek mezeit. Meg lesz a belső egyensúly. Előre mennek a dolgok. A ház jelentheti az otthonodat, és ez a lovas férfi lehet egy látogató is. Vagy a szerelem, vagy barátság. Amit itt a képek még mutatnak, hogy az otthonodban vagy a családban lesz mozgás, változik a helyzet. Ez lehet egy költözködés is. Sőt, a gólyák szintén változásokat jelentenek. Itt van a szerelem, a biztonság érzete, vagy egy közös otthon tervezése. A változások, és ez a férfi gondol rád, hiszen megjelensz a gondolataiban. Itt van a szerencse, itt vannak az érzelmek, és a medve jelenti azt, hogy te adsz erőt számára, vagy fordítva, ő erősít téged, amit ez az erő még jelenthet, a belső erő, a hit. Hogy ez a férfi hisz abban, hogy itt lesz egy új irány, egy új kezdet, egy stabil párkapcsolat. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!